Nem csak tavasszal lehet ám metszeni. Sőt, van is olyan dolog, amit tavasszal nem szabad metszeni, hanem augusztusban a metszési ideje. Hát most szeptember 2-a van, ez jó indulattal legyen augusztus. Egyszerűen most adtam el idáig, hogy ezt megcsináljuk. Van nekünk ez a két szép nagy diófánk. Hát jól sejtettem én, hogy ebből elfolyt az összes láncolaj, amit beleraktam múltkor. Benne az van benne. Direkt nem raktam bele sok láncolajat, hogy töltünk bele. Szóval van olyan fa, jelesül a diófa, amit augusztusban szabad metszeni, úgyhogy most egy ilyen késő augusztusként két diófát is meg fogunk metszeni. És hát, mint látható, ez láncfűrészes metszés lesz. Ugyanis a szomszédnak, ugye itt mellettünk húzódik a kukorica földje, és hát már egy-két éve már terveztem lecsapni az átlagú nagy ágat. Aztán tavaly is úgy voltam, hogy meg lesz, nem lett meg, de aztán idén elhatároztam, hogy idén most már tényleg meg lesz. Aztán találkoztam is vele, amikor itt szántott, intettem neki a traktornál, aztán mondtam, hogy mondom, bocs, tudom ám, majd augusztusban lemetszem, mondta jó. Mert nem fért el a traktortól, úgy traktorral a diófánktól. Úgyhogy, na, mi a tök? Úgyhogy, hát most lemetszük. A lenti a rosszabb helyzet, a fönt az a kevésbé problémás. A fönti fának egyébként már egyik éven a felét levágtam, akkor meg a mandulára lógott rá. Na gyertek velem, menjünk hátra. De most nem az asszony, ez most a nagyobb gyermek, aki fúvolázik, amint éppen időnként talán hallható. Nem tudom, hogy a csipi mikrofon mennyire hallható. Éppen itt napközben hákoltuk egy kicsit az autóját. Hát szóval, mikor ott egyik éven fönt levágtam, akkor is még utána nedvedzett keményen. Raktam rá a rengeteg ilyen fagélt, ilyen fára való sebb tapaszt, de annyi folyt nedv a fából, hogy még helyenként azon is átütött. Aztán minek utána most itt az őszi barackfa eltört, és hát láttam, hogy eléggé gombás, és azon a részen gombással egy korábbi sérülés frissen beletkenve fagéle, úgy voltam vele, hogy akkor én most kipróbálom, hogy nem fagélezek. Na, itt a szomszéd kukoricása, és itt a mi diófánk. Hát ezt a nagyobb ágat akarom innen levágni, de beljebb egy kicsikét, hogy akkor ezzel ne kelljen már itt egy darabig szórakozni. Hát a föntit nem tudom, szerintem az még elfér a fönti, mert az meg már ekkor létrát kéne kihozni. Ruhat lusta vagyok. Szerintem elég lesz ez, mert egyébként, várjunk csak, mondjuk, ha megnézzük, itt lenne egyébként a határ. Ugye? Igen. Itt a telek határ, igen. Tehát azért jóval beljebb van. Jóval beljebb van, még lehet, hogy ebből az ágból is le kéne vágnom. Tehát ezt a szakaszt, amit itt így mutatok, most így, ott meg ott, tehát ez még idáig az övé. Ezt még be kéne szántania. Na, másszunk be, aztán adjunk neki. Csak akkor itt kedvenc üdögélő helyen most egy kicsit világosabb lesz. Na, nem mintha nagyon sokat üdögéltem volna itt az idén. Halkan hozzáteszem, nem igazán értem rá itt üdögélni. De valahol itt van a megváltás. Aha, hát igen, akkor gyakorlatilag ez idáig az övé. Itt akkor ebből azért illik jócskán levágni. Nem szívesen teszem ezt.
Nem szívesen teszem ezt, de ez van. Eins Fuchsack, zwei Kalori. Akkor jövőre megint hozzá kell nyúlni. És van is rajta súly, rögtön föl is emelkedett az ág. Egy ekkora ágnak van ám súlya, hát ezt majd kiszárad, aztán majd alkalomattán el lehet tüzelni. Ó, bazeg, ezt inkább szétvágom. Francnak killódok, amikor van láncfűrészem. Nem? Hát most őszintén. Hát minek szenvedjen az ember, ha egyszer van láncfűrész? Majd lehullik itt a levele, és utána behúzom az udvarra, hogy ezért itt mégse lopják el. Jó lesz ez nekünk is tüzelőnek. Mekkora ez már? Nem kell, hogy valaki ellopja, és ő tüzelje el. Ha már minden áron tűzre kerül, akkor mi legyünk azok, akik eltüzelik. Ejha. Nektek nagy látószögben ez most nem tűnik olyan nagynak. Összenyomja a nagy látószögű kamera a teret. De azért ez elég nagy. Már jöhet is a komment, hogy bár fölött nem vágunk láncfűrésszel. Legjobbak egyébként az ilyen kijelentő kommentek, amikor azt gondolják, hogy megmondják a tutit, de én is tudom, hogy nem vágunk bár fölött, mégis szoktam vágni. Kicsit ez ilyen értemény, de leszarom. Vékonyak azok jók lesznek gyújtósnak, a vastag jó lesz eltüzelni. Na, itt most már kezd látszódni a szántás nyoma. Megmutatom nektek is látszódjon. Zuty. Szóval itt, ahol ez a gödör van benne, itt volt régen a szántás. Hoppá! Sorry! Mert mindjárt nem fényjel nappal szembe leszünk. És akkor jobb lesz ám a kép. Hó, itt nőttek ide diók tőlem. Kicsinke diócskák, látjátok? Ezek tőlünk jöttek át. Na, itt egy kicsit jobban látszik. Tehát itt a... ez a rohadt nagy gödör. Ez lenne itt a szántás. Nagyon szépen beterjeszkedtünk itt a határra. Nem maradjon a nagylátó.
Még lehet, hogy még vágnom kell ennek fényében, most, hogy nézem, hogy itt a határ. Itt most jobban látszik. Megint egy kicsit alulról bevágjuk. Na, én se örülnék, hogyha átlógatnák a hülye fáikat a birtokomra. Nézd, hát ugye ez majd inkább csak jövőre lesz tüzelő. Ennek száradnia kell. Most hát a traktor az itt még ezektől az ágaktól annyira lelkesen nem fér el. Nem túl vastagok, de hát akkor is. Mi a szentszart csinálja? Egykezes fűrész. Nem értem más, hogy el csak nyújtózkodva. Ez az igazán életveszélyes. Azt nézem, van ott egy kis szilvafa. Az is kicsit valógám. Ez még faszá veszik, annyira se érem el. Ez még magasabban van. Levágom itt egyelőre. Akkor már felugrik, a traktor el fog férni. Akkor ezt is levágom. Na, így már elfér a traktor. Úgy vagyok vele, de akkor ebből a szilvából is le kell vágnom. Ez csak felmagzott. Ez a szilva, de meghagytuk itt. Mindjárt meglátjátok, hátrébb jövök, de ez csak egy icipicit lóg bele a tájba. Na, így né. Hát azért szerintem most ugye, itt van ugye a szántás, itt. Ja, kicsit ott levágjuk esztétikai szempontokból, de gyakorlatilag itt kell. Így kell végigjönnie a traktornak, ott most már el fog férni. Na megyek, miért ugyanilyen van még fönt is, az nem ennyire durva. Oda fönt a másik végen. Az a dió is az enyém, csak így szembefénybe azt barhára nem látszik. De abból is le kell vágni. Az is túllóg még, de az nem ennyire durván. Ez volt itt a meredekebb. Hát majd azért itt még lehet ejtőzni. Itt most lett egy ilyen négyzet alakú lik. Hát ennyi. Ennyi ez a történet. Bejövünk ide. És akkor itt végül is megnézzük, hogy ez mennyire érzékelhető innen. A leülő helyből. Hát így, hogy ide raktam a kupacot. Így most kevésbé, de amúgy igen. Tehát itt azért most onnan belátni. Főleg, ha majd a kukoricát learatják. Ott van ugye egy út, ott a kukoricás túloldalán, onnan ugye belátni, mert egyébként ez itt ilyen szép záró van ez az egész. Tehát az ember ide beül, és akkor itt amúgy faszán záró van, de hát így most onnan nem.
csak úgy le lehet. Le lehet ücsörögni. Na jól van. Sziasztok!